Nem adja be, bassz meg ezt a kurva rákot valamiért. Az idegesít a legjobb, hogy nem tudok további feladatra menni. A szexta. Most meg mehetek. Azt nem mondjátok, hogy este kellett eljönni, mert agyfasz kapok. Faszom. Jó, a hitünk az nagyon nagy szarba van. Ide kell 9 követő. Ez ki az a szakács? Ahó, annyi szájat kell etetned, biztosan szükséged van néhány magra. Ez szekta vezér, mindig jót tesz az üzletnek. Annyi éhes követő, korgó gyomorral. Én itt fogok berendezkedni, és ha szükséged van terményre, tudod hol vagyok, nem bánod, ugye? Vetőmagbolt. Jó, aranyom nincs, bazd meg. 9 követő kell. Ami volt is, ha nem haltak volna ki a követőim. Jó, ide bemehetünk, ide 7 követő kell. Szóval ide vagyunk. Na, srácok, hozok új testvéreket! Hozok új testvéreket, mindjárt jövök. Meg hozok sok aranyat. Tűk, milyen fegyver! Vámpírkar 4, amit ide. Hajrá, nagy vezér! Megyek már, megyek! Na nézzük! Most rengeteg időt elvasztunk a semmire. Nem baj. Aranyat! Követőt kell szereznünk, bazd meg sokat. Au. Na, azt mondja, átkok 50%-kal kevesebb buzgalmat, vagy gyógyít, ez kell nekem. Sajnos. Jön arany, jöjjön arany! Csika, mennyi pénz? Áldozatot bemutatni 20 aranyér. Ne basszál, a kurva mennyi pénz. Jó, ezt nem vihetem haza ezeket a pénzeket, jó napot kívánok. Most miért? Mi az, hogy áldozatot bemutatni? Most megint elveszik a pénzt, amit nyertem. Jó, akkor bemutatok áldozatot. A szörnyetek szobra aranyat kíván. Hát, bazdmeg én is. Az adott aranyat ellopták, a szobor dérlegült. És elvettek tőlem 20 aranyat? Vagy most komoly? Mekkora egy geci. Ájjjjjj, köszönöm, megérte.
Ez nagyon erősek lettek. Nixum már nem beteg, nagyon szépen jó az a Nixum. Jó, nagyon sok arany kell nekem. Nixum meggyógyult. El kell temetnünk Ironside-ot majd, bazd, mert kell csinálni ilyen gödröket. Egy kagyló. Jó, most komolyan olyan úton vagyunk, ahol nincs követő. Bazd meg. A szar. Döntötök a sorsomról, srácok? Sorsdöntés van. Ha van olyan, amiben arany van, akkor olyat. Na nézzük. Kaptál egy piros szív köszönhetően. Köszönöm! Köszönjük a piros szívet, plusz élet, nagyon szép. Milyen kedvesek ezek a követők. Nagyon szar ez a vámpírkat. Nem olyan erős azért az. Jó. Jó. 57 aranyunk van, nagyon jó. Kell arany az építkezésekhez. Hát ő rossz helyre tértem. Csontkart. Dika büdös béka. Heket, szárálmos, nyafogó, aljas bábja vörös koronának, a legfiatalabb is elpusztítottat közünk. Igen? Mi vagyunk a régi hit püspökei, mi védekezünk az olyan eretnekek ellen, mint a tiéd. Mi vagyunk az igazi szó őrei, és nem tűrjük az ilyen istenkáromlást. Sok bűnöktök, és ezért hűségek követőinek meg kell végezniük, ilyen fognak halni. Betyár! Micsoda? Mi, hol vagyok, vezér? Betyár éhezik! Mi a fasz? Jó, betyárunk éhezik, úgyhogy haza kell menni ételt adni neki.
olvasnod. Come on. Oké. Okay. Gyerünk gyors, gyorsan haza. De kell követő, adjon már egy plusz követőt is. Úr is itt van Guziod. Jó, lesz egy követő! Ez az! Lesz egy követőnk pluszba! Jó, viszlek haza! Viszlek haza, golymolyag! Azaz! Lett egy újabb pokémonom! A követő várja beavatását! Na mit válaszunk? 27 aranyrögöt, egy ajcsit! Nagy ajándék! Nem tudom ebből a aranyrögből mit fogunk csinálni. Én aranyrögöt választom. Nagyon szép. Na, mehetünk haza. Mehetünk haza, és most a falut helyre kell rakni. De ez nem volt mindig így. Az óhítő püspökök kötöttek ehhez a nyomorult helyhez, elárultak és hagytak megroadni. Mind a négy láncot, ami hozzám köt, az egy-egy püspök őrzik. Ha elpusztítod a püspököt, elszakítod a láncot. Törd el mind a négyet és kiszabadulok. Újat adtam neked, edény, és most vissza kell fizetned, ha tudod, mit kell tenned. Ahhoz, hogy legyőzz a püspököket, erősebbé kell válnod, áldozz fel egy követődet, hogy több erőt szív magadba. Ez segíteni fog neked a felszabadításomba. Ne! Most megint! Áldozz fel egy követődet, ha növeld az erődet, és új képességed és fegyvereket nyiss fel, a magasabb szintű követők értékesebbek lesznek, ha feláldozod őket. Engem feláldozhatsz, mester! Mekkora gecik. No, Honor mit szeretné? Szevasz, Pap Doku, nagyon szépen köszi a raidet. No, Honor nagyon ideges. A hitem megrendült, átlátok a hazugságaidon. Te csaló vagy, és el kell mondanom a többieknek. Egy követőd elkezdett ellened diszidálni. Ez akkor történik, amikor a szekta hité túl alacsony. Egy áruló hazugságot terjeszt rólad, más követő is té útra kerülhet. Neveljék át őket, vagy zárjátok őket börtönbe, hogy visszahozzátok őket a szekta szerető ölelésébe, vagy egyszerűen áldozzátok fel őket, végül is lehozod a szabályokat. Ferikét meg kell levárnunk. Túl alacsony a hitünk. Neveljük át másként gondolkodókat. Na, meg is van oldva. Vagy még nem? Jó, teljesen nem. Betyár az éhezik, ugye? Ő kapott ilyen szart. Vártok, mert itt most mindenkinek valami baja van, bazd meg. Ennyi gyerek! Fú, de vártok akkor itt most, ugye a hulláknak kéne testgödör. Úristen, hajnali 2, 8. hónap! Azt a kutya fáját, nagyon szépen köszi, a 8. hónapot hajnali 2!
Köszi, köszi, köszi! Gyógyító öböl. Ez mi ez? Agykövetőnek egy hete, ahol könnyíthet... Fú, bazd meg! Tanyi jó cucc van. Rakjunk rá szarodát? Jó, rakjunk rá egy szarodát. Oké, Twitch-kerék! Új követő! Plusz kettő követő, srácok! Ez is nagyon jó. Ez is nagyon fasza. Látok, mert itt nagy idegességek vannak. Úgyhogy gyorsan hozzuk le a követőt. Gyerünk, srácok, gyerünk! Figyelmen kívül hagyja másként gondolkodókat, amikor prédikálnak. Na hát, ez Snow Honorka beszélhet neki. De munka kerülő picit, de nem baj. Lehet szavazni, ki akar jönni. A... szektámba. Lehet gyűnni csajok előnybe. Gyerünk, 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 szavazzatok! Hát ilyen sokan ne akarjatok jönni, bazd meg. Igen? Hát gondolom, na vártok vége. Tanis! De itt tudok mondani Nicolette, Krista... Ki van még itt? Rengeteg ember, hol vagytok? Taniszkám! Gyere testvérszem, gyere! Kellenek a követők, minél több. Valakiket föl kell áldoznom. Na, Tanis, milyen jó, ezért csinált magának figurát. Telefonról vagy, Nicolette? Hát, és nem tudsz átmenni gépre addig? Jó, Tanis, még gyorsan hozunk még egyet. Azt mondanak, kell csinálnom egy, ezért, helyet gyorsan, hogy aludjon. Betyár kurva éhes várt, hogy Betyárnak csinálunk egy kaját gyorsan. Az elégett. Égett étel, ezt az étel elégetten, és követő, hogy nem fogyaszthatják el, takarítsd lesz ez súnya mocskot. Jó, gyorsan hozzuk a... Vártok. Faszom, itt annyi mindent kell csinálni, ma faszom ki van. Igen? Jó. Hú, ott nagyon nagy problémák vannak mindenütt. Hú, a hitem az annyira szar. Jó, ott még egy követő. Oda néz. Beteges követő. Ennek a követőnek toborzások azon a 10, az nagyon jó. Na, és akkor indítom a tombolát, lehet jelentkezni. Úgy lehet, hogy most nyitpak lesz a illető, aki most meggyűn. Újra. Igen? Nem engedi! Ne basszatok föl! Aki már egyszer meghalt, az nem tud újra csatlakozni. A kurva életbe. Most komolyan? Aha! Az durva! Snack 28! Szia! Snack 28! 100%-os esélyed volt, hogy bekerülj!
Itt van velünk Stack 28 is, nyitva le lett zárva, már hogy Kratos találcolták. Aki egyszer Sanyi, annak örökre Sanyi, de szerintem van valami rituálé biztos. Na bazd meg. Na, nagyon fiszifasza, lett egy szürke halunk, oda nézni? Na, gyorsan menjünk imádkozni, mert bajok lesznek. A nyájad növekszik. No Honor, mit csinálsz? Akarát tanítod itt a rosszra? Vártok, gyorsan menjünk imádkozni. Rituálé. Ezt fél fog külön áldozni egy követővet majd, hogy erőt töveljek. Jól csinálnak egy ilyen szextáncot. Szevasztek! Na ezt már szeretem, mindenkinek legyen hite, mert valakit szájba vágunk. Ott is van. A hívők szívei. Állandóan szerez egy fél szívet. Nagyon jó. Valaki olyat fog feláldozni, nekem a második szinten van. Na de hogyha ez ilyen, hogy nem tudunk olyat csinálni, hogy hogy fölilleszteni valakit, akkor nagyon gyorsan ki fogtok innen halni. Megint döntötök, srácok, valamiről döntés van. Öld meg a heketet, igen, neveld át, hogy öld meg. Áruló van köztünk. Azt mondja, áruló van köztünk, bazd meg. Nonor megtanít rá, hogy keszi. Mi? Nonor megtanít rá, hogy kell szépen beszélni a nőkkel, az biztos. Jó, ott is döntések vannak. A Snack 28 fel lett szintezve, köszönhető a Twitch-e. Azt akarják, hogy megöljem! Betyár, mi a fasz, te meg mindig éheze? Azt akarják, hogy megöljem Snacket. Gyorsan fel is szintezték. Jó. Dik a szarok. A szarós galambok. Az a baj, hogy szerintem nem fog tudni építeni klotyót. Klotyót se, kell hozzá valami öt finomított fa. Ez marha jó. Itt a finomító. Lerakunk finomítót most. Kéne kaloda amúgy. A No Honor berakjuk, mert nagyon rossz fiú. Ez a építmény csak egyszer épül meg. Szevasz Dominik, hello! Imádkozni kéne, bazd meg. Húf, nem baj, itt Ironside eddig hullába van. Ferikét, most Ferikét áldozzam fő. Csákari lámpa, Snack. Hajnali kettői szintet lép, oda néz. Jó, itt mennek a nagy... Nix. Szeretem a... Köszönöm vezető, micsoda megigazolt a beléd vetett hitem. Nagyon fasza. Betyár is valami baja van Betyárnak, Betyárszkinak, igen. Nagyszerű vezér, már mindenemet neked adtam, most az életemet is szeretném odaadni, kérlek áldozz fel engem a dicsőség nevedben.
Betyár? Saját magad ajánlottad föl, bazd meg. Saját magad felajánlottad, hogy feláldozod magad, testvérem. Emléked örökké éri fog. Mindenki szeret ezért. Mindig vannak ilyen jó férfiak. Jó. Oda néz. Nagyon jó. Először csinálunk ilyet. Csinálunk pénzt. Így. És ez most így ég. Aha. Ez, hogy most így ég. Értem. Mit a Survivor game-ekbe? Beszarsz. Jó, ezt gyorsan leszedjük. Kösz, kösz. Hát de nem tudom megcsinálni, mert 200 izé kell hozzá, imádság, bazd meg. Nincs kifejlesztve. Betyárt is fő kell áldoznom, bazdok, annyi feladatom van. Nincs elég ágy, mi az, hogy nincs elég ágy? Összebaszták ágyat. No, mi a baj, No Honor? Csinálj már nekem egy kurva börtönt, hogy csiklandozzam meg a golyódat egy légcsapóval. Jó van, Ferike. Gyere ide. Áttérítelek. De még mindig nem elég. Kurva életbe. Ne barátkozzál hajnali kettő és Petya, imádkozzál. Imádkozzál, testvér szemben. Hú, hát nem az, hogy itt annyi munka van. Gyorsan szedjétek össze a házatokat most. De bazd, most feláldozom Betyárt is, bazd meg. Megint mínusz egy követő. Az a játék állandóan veszi el tőlem a követőket csak. A legjobb embereimet elveszi a játék, vagy itt Pak is meghalt, Ironside is meghalt, Betyár is meghalt. Kimarad? No Honor meg itt idegeskedik, bassz meg. Jó, ez gyorsan, nagyon össze kéne szedni ezt a 200 szart. Nix ideje súnyiba és kiszarta magát. Gyorsan lekapálok. Valaki meglátta a holttestet, ideokádott, semmi baj. Ott fogom gyűjteni a holttesteket. Hát betyársz, testvére.
Éltél 10 napot. A farkadat elrakom emlékbe, ne aggódja. Csába. Esküdöm akartam. Megnyugtatlak titeket, hogy a halál után nincs vég. Hit az áldozatban tulajdon... Nem. Hagyjatok már áldozatokkal. Minden szektatag megkapja a hiszek az áldozatban tulajdonságot, plusz hit, ha egy másik kultusztagot feláldoznak. Mindent megkapja, hiszek a túlnálomat, csak minusz 5-re veszít, amikor egy követőd meghal, nem pedig 20-at. Az jó. Ezt. Ja, kaptam a zsit is. Nagyon fiszifasza. Azt mondja, a fegyvermesteri képességek. Nekromantikus fegyverek. A nekromantikus fegyverek esélyt adnak arra, hogy a veszélyes szellemeket idézzenek meg a halott ellenségekből, amelyek megtámadják közelben lévő ellenségeket. Az jó. Jó, aztán kéne építenünk valami olyan cuccot, amivel föl lehet éleszteni itt embereket. Tehát meg egy hülye kalodát, vagy egy ilyen izét nem tudok építeni, felikérek. Tanis, mi a bajod? Tanis akar valamit. Tudtam, hogy képes vagy rá, te valóban isten vagy. Így van. Feláldoztuk Betyárt. Neveld át, vagy öld meg a Dissentert. Ferike, nem öllek meg, ne aggódjál, átnevellek majd. Ennek még mindig nincs vége. Ez kurva sokáig tart. Jó, ennyi ágy most elég, nem? Na jó. Húzzunk a faszomba. Gyorsan összeszerek még valami izéket. Ja, jól hangzik a nekromantika. Nekem is tetszik. Itt ilyen pár darab áldást be tudunk gyűjteni. Itt is kifoghatnánk azt a büdös rákot már. Ez a feladat meglegyen. De miért nem adja bele a játék? Most már komolyan faszom ki van. És ugyanazokat dobálj be, bassz meg. Lesz majd valami fejlesztése, csak sokat kellene imádkozni ott a kurva oltárnál, hogy tudja fejlesztéseket növelni. Amivel talán visszahozhatlak titeket a halálból amúgy. Halakat dobálj be. De ez homár.
Na egyszer nem adja be a rákot. Én nem értem, hogy ez el van rejtve a pályán valahol? Vagy nem tudom. Na vagyunk küldetésre. Mert megint hoztam egy embert, de elveszítettem egy embert. Valami döntés van. Ez az, felikére meg tudjuk építeni ezt a szart. A börtönt. Micsoda? Gyóntató fülke! Hallgass meg a követő gyórásra, hogy növeld a hűséget, naponta egyszer használható. Propaganda szónokok. Azt a kurva, mik vannak itt. Kripta. Fektessenek le több halott követőt, kerüld a rothadó hullá ötször követő. Szükséges testgödör, szükséges egy isten élet. Aha. Jó, hol lehet szerint... Keressük azt meg? Hullaház. Követők összegyűjtik és tárolhatják itt a holtest, ami távol vagy, de ki kell üríteni, mielőtt megtelne. Rituáli lehűlése. 50 ezer lecsökkent, igen. Egy hely nem imádkozó követők számára, ahol az egész nap imádkozik és lerakhatják az adást. Olyan cucc kell nekem, amivel visszahozom embereket. Finomító, csontdekoráció. Gyűjts össze tisztítózás, szed... Egyszerűen nem. Hullaház kripta. Van itt srácok olyan cucc, amivel vissza lehet hozzani a hullákat, nem úgy. Vagy az valami rituálé lesz? És valamiről nem indul el a... Hú, Ferike nagyon kiva idegileg. 25 fa kell, bazd meg. Akarja vágni azt a fát? 14 fán van, hát ilyen nincs. Gyorsan. Ferike mindjárt megpusztul amúgy. Valami lesz vele biztos. Most elmennek aludni. Gyorsan szedek össze annyi fát. Ez nem is olyan egyszerű ez a játék amúgy. Tényleg nagyon összetett. 13 fám van. Ne basszál be, hogy beraktam a fákat oda a finomítóba. Jó, most van 19. Fa. Én nem tudok ide bemenni dolgozni, mi? Nem. Nézd meg, nézzétek meg, azért szemberek, hogy no honorokat túlélje. Hogy csicsikának, kis szentjeim. Na, már vannak olyan, akinek van sátruk. Petya fejlődni fog. Gyerünk. 25 kibaszott fa kell, bazd meg. Hát nem bírom összeszedni. Nincs ahol egy ilyen szarfa. Hát sok minden lehetne, csak hát nem fejlődünk eléggé.
Mert ugye amíg itt ez nem gyűlik be. Mi a helyzet, fiúkák? Gyere ide, Ferike! Tanítsak neked valamit? Úgy? De ezért megy ilyen geci vagy. Ezért olyan börtönbe basztak, hogy beszarsz. Csak várd ki a végét. Várj, Petya, mindjárt fejlődhetsz, fiam. Jó, Petya, fejlődjé, azaz nagyon jó vagy. Na, még egy darab fa. Gyorsan. Ferikét gyorsan bebasszuk a izébe. Kalodába vagy mi az? Azaz büntetést, azaz, na ide, hogy mindenki lássa. Itt lesz középet a imádkozásnál. Itt. Mindenki lássa, hogy ki volt ez a rossz gyerek! A Ferike nem csinál most semmit, csak izé, durcáskodik, bazd meg. Én nem viszok neked, te köcsög vagy! Te nem vagy a istenem! Na majd mindjárt. Megmutatom, hogy ki a Isten. Nagyon szép. Börtön. Na gyere, Feri. Abba a pillanatba. Na mi van? Na mi van, kis fasztopó? Jó, Ferike be van börtönözve. Nagyon jó. Ilyenkor nem tud beszélni senkivel. Ma már átemeltél egy követődet, elmében olvasni, release. No Honor hitetek ellen vét és hazugságokat terjeszt. Ez mi ez? Ez a reedukét. Ja, hogy ez a átnevelés. Ezt akkor el fog tartani ezt pár napig, jó? Akkor Ferikének nem veszük használt. Lehet, mindjárt megölöm. Dick Butcher, ki van idegileg? Mi van? Mit csinál az Butcher itt? Ja, hogy így gyorsítsa ezt a szart. Aha. Jó, legyen érme. Jó. Ennyi cucc, bazd meg. És már megint nincs fá, bazd meg. Itt fa hiány van ebben a játékban. Hát még javítani se tudok, mert nincs fá. Hogy fognak ezek aludni akkor? Akár az én X vágd azt a fát gyorsan. Mennyi ilyen fűrésztelep lerakás? Kakildát sem tudtam még lerakni. Kell az ilyen 5 szar, ami van 3. Ez meg 15 fa kell, meg 30 arany, bazd meg. Jó. Kölyi ügyileg is szarul állunk, mindenki éhes. A halat nem tudom megfőzni. Vagyis meg tudom, csak hányni kezdenek. Ja, de nincs halam. Hozzávalók 3. Baszak, annyit fogtam, mint a szar. Csak pont ilyet nem. Na egyetek, fiúk, egyetek. Butcher, igen, mit szeretnél? Mondjad. Ne haragudj, No Honorra, nem tudja, mit beszél egyébként. Azt mondta, te fingottál misén.
Mit beszéltél, Ferike? Caj lesz ubaca. Azok, amire ezt a csávot áttérítem. Na, el kell mennünk küldetése, mert ez így nem lesz jó. Három fával kerül egy kibaszott javítárba. Petya, mi van? Bocsánat, vezér, szeretnék néhány virágot a Darkwood Dungeonből, ha tudnál gyűjteni belőlük. Hogy a picsába ne tudnék. A Darkwoodból. Ez öt fa kell. Hát ilyenben nincs. Nagyon gyorsan széttörnek ezek a ágyak. Nagyon szar. Ez is szétbaszódott. De most már mindenkinek van ágya. De jó, megyünk, mert ebből baj lesz. De imádkozunk még azért. Prédikációval lehet. Szavasz, Varga, hello! Oké, Twitch szavazás van. Valami nagyon fini-mini legyen, fa vagy arany vagy valami. Twitch szavazás, ezt megvárom még. Feri, kérjük, vegyétek le átkot. Hova tűnt a Ironside? Itt van-e? Butcher fel lett szintezve, köszönhetően a Twitchetnek. Oda néz. Hajnali kettő és Petya barátok lettet. Az igen. Hajnali kettő és Petya barátok lettek. Az nagyon jó. Köven van, mint a szar. Teli van szarva a pálya, azt mondja a játék. De hol? Hú, mindenhol szar van. Takaríts. Oké. Ne. Jó, mindenki rendben van. Látunk. Gyorsabb, mert itt van meg. Mönni kell. A Darkwoodból kéne gyűjteni? Az ez, nem? Jó, most leszarom azt, menjünk tovább itt. Kell új követő. Ezt valahogy derítsétek ki, más rácok, hogy izé. Nekromantikus kard. Valahogy derítsétek már ki, hogy hogyan lehet feléleszteni a embereket. A támadási arány mérgező sebzést okoz. Ez kell nekünk.
Van feltámasztó rituálé, de úgy emlékszem, hogy az kell a holttest is. Aha. Hát a holttestünk van? Egy. Ja, és akkor most... De akkor most nyitva karaktere teljesen meghalt, például. Jó, már többször nem is tud velünk nyomatni. Meg betyár, igen. Ez ki ez a gombafejű? Kaká! Az őrülete növekszik. De amikor megérkeztünk, rájöttünk, hogy nem tudjuk, hogyan találjuk meg a mentgyilkos gombákat, és most túlságosan félünk, hogy üres kézzel térünk vissza. És egy új hely nyitódott ki, a Spore Grotto. Azért annyi feladatom van már. A nyáj készen áll egy újabb prédikációra. Ez mi ez a fa? Mennyibe fogunk ebből? Azt hittem. Ebből baj lesz. Oké. A gombahölgy vár a vőlegére? Azt mondjuk pedig... Masi kéne ide, mert ő volt a specialista, ő beszélt nekem mindenféle dologról, ő biztos tudná. Na mi a faszopók? 5 pont egy pentagramra, 5 végzet előjele, 5 testvér állt egymás mellett, 5 isten és egy sír. Samura, nem akartunk zavarni, de... A vörös kora napra erősebb lesz, már most sikerrel járt ott, ahol korábban kudarcot vallott, lesít megölték. Az 5-ből 4 lesz, a 3-ból 3 lesz, a 2-ből 2, az 1-ből 1, a semmiből semmi. Samura, pihenj, majd mi elintézzük ezt, ugye? A kallamar. Igen, húgom, persze, nővér. Te ott vörös korona edénye, hajolj meg előttem, vagy megbánod. Visszutasítom. Ha meghajolsz, vagy én nem hajolok meg, faszopó. Amúgy nem tudom, tudod-e, de kapott a játék legutóbb egy revampot, finomabb komba, több újdonság, szekta, kényelme, új módos, hát fogalmam sincs. Most játszok ezzel a játék életembe először, úgyhogy nekem minden új benne. Úgyhogy én csak most fedezem fel, hogy miket lehet itt csinálni. Indulunk a követ. Széna, amelyet a földre terítenek. Az nagyon jó. Széna padló. Széna padló. Na, szóval hol induljunk-e? A követ... Bazd meg. Mi az a sok fegyver? Elő volt itt. Seggem de fáj. Előbb volt itt egy követői jel. Ez most mi a szar? Mi ez a sok harc? Ja, akkor most elfette előlem, hogy mi van? Akkor most jó helyre jöttem? Csak az a baj, hogy a régi emberek nem csatlakozhatnak újra. Ez amúgy nagyon idegesít. Hogy akik egyszer meghaltak, azok nem tudnak újra élni ilyen szinten, hogy ők is rányomnak.
Nagyon szétkalapáltuk, nagyon jó. Na, kártya. Szerez... legyen ez, hogy jó láda spawnoljon. Remélem a játék nem lesz geci és vissza ajánl valakit a múltba. Ebbe bízok. Bam! Nagyon jó. Kőből készült. Kőgomba. Anura. Szavazásra is vissza lehet hozni valakit? Hát de az a baj, nem tudok ilyen szavazást indítani. Tudni valami rituálé kell hozzá, vagy nem tudom, amit mi nem szereztünk meg. Mi a fasz az a sok pályadék? A követő soha nem fog aludni. Aha! Az igen. Miután eléri a túlvilági kategória második szintjét, megkapja a lehetőséget, hogy feloldja a feltámadás rituáléját. 75 csontba kerül, 37, ha az olcsóbb rituálék készséget felold, növel az összes követő hűségmérőjét, és lehetővé teszi, hogy egy halott követőt életre kelts. A túlvilági kategória második szintje kell hozzá. Aha. Jó, már mindjárt megnézzük. Döntés van, srácok, döntés! Abban azért lehetem ezt kellett volna fölvenni, de mindegy. Valamiről dönthettek. Kaptál egy kék szív, köszönhetően a Twitchetnek. Köszi Twitchet. Nagyon megyek itt, próbálok sietni. Valami fegyverszek vannak itt bent. Ah! Lép először, gyertek a káosz kavargó ködéből, ami körülvesz, engedd meg, hogy teljes egészében szemügyre vegyelek. Évszázados fület cipeledi apró vállakon, mégis mi ez? Úgy tűnik a tervedet, megtévesztő. A fegyver mit sem ér a keze nélkül, ami forgatja ellenséget, legyőzi, becsület, védelmi láncokat széttördi. Legyen a koronád egy ilyen vas darab, melyet örök tűzbe kovácsoltak. Jól bánj velük, ígéretes fel a... Nekromantikus tör 5. Béntör 5. 1,72, ez ugyanaz. Esélye van a támadásban megmérgezni. Legyen ez.
Oké. Rituálok között lesz, aha. Megnézzük mindjárt, visszamegyünk, rituálozunk. És valami halálrituálét kell csinálni biztos. Tökös. Öt tököcskét találtuk most. Hagyjál meg, hülye béka. Dick, bazd meg. Tökösödik a vezér, muszáj. Azt a kurva, mi ez a fegyver? Add ide, bazd meg. Wow. Nagyon fiszi fasza. De követőt akarok, követőt! Jó, gondolom boss fight lesz. Hát itt nem volt követő ezen a soron. Pedig úgy emlékeztem, hogy itt volt, itt mutatta. Hello! Sebesség. Sebesség. Jó. Nem kell, köszi. Csak a dibics. Strength build, bazd meg. Hát ilyen hülye diszítő szarokat kapunk be, az meg. Kinek kell ez? Jó, azt mondja, hogy itt van fölfelé. Meg erre. Bam. Jó hosszúak már ezek a mapok amúgy. Lassan elkezd mindenki kihalni a táborba, mert már öregek lesznek. Lehet, hogy addig fog érdekelni ez a játékban. Faszom, legyek. De biztos ezzel a rituálén valami óriási árat fogunk fizetni azért, hogy valakit visszahozzunk életbe, nem? Tudja, hogy lesz valami.
Szavaz béka! Elég osz. Ez baj. Bam! Nem baj, legalább lesz egy követő plusz. Hát az semmi sincs ingyen. A fa bazd meg, fa hiányban. Tudunk tanítatni egy rituálét, az nagyon jó. Dursz. Amire kivisszük ezt a játékot, bot követőim lesznek valószínűleg. Amikor visszatérsz a kultuszodba, egy új áldozati ládát fogsz találni, ott adhatsz felajánlásokat, amelyeket én nagy lelkűségemben aranyjá változtatok, hogy megerősíthessétek a kultuszt. De nem vagyok könnyen elégedett, ha túl gyakran ajánlod fel ugyanazt az ajándékot, az árat csökkenteni fogom, de ne féljetek, idővel az értéke ismét növekedni fog. Adjatok megfelelő adót! De ezzel csáva, hogyha beszélünk, ez csak valami hülyeséget mond nekem, ez véget ötünk meg betyárt is. Sexta! Na nézzük meg, mi a helyzet itt az. Aha. Azok Ferikét, amire itt átérítem, az két év. Mondjad hajnali kettő, mi a helyzet? Te is csak... Érzem, hogy a csontjaim nyikorognak, és látásom elhagyváló, szívem mégis zeng, tudván, hogy életemet a te szolgálatodban töltöttem, ó, hatalmas bárány. Hajnali kettő, elérzékenyülök. Érzem, hogy a csontjaim nyikorognak, és a látásom elhalványul. Szívem mégis zeng, tudván, hogy életemet a te szolgálatodban töltöttem, ó, hatalmas bárány. Beöregedett! Hajnali kettő, beöregedtél! Ha meg fogsz hóni! Bazd meg! Csórikám, amire hazaér! Beöregedett a nő, bazd meg! Fáját. Te pénzt szippantani. Jó, ezzel mi történt? Bazd meg. Nem bírta a tempót. Ez baj. Hát itt kezdenek problémák, kezdik problémák fölütni itt a táborba a fejüket most. Hűha.
Hát rakunk le még egy ilyen fászart. Tanisznak nincsen fekvőhelye? Ne basszatok fel. Összes ágy szétbaszódott. Jó van, Taniszkám, mindjárt csinálj neked ágyat, ne aggódj. Jó, nincs fám. Hát ilyen nincs a világon, bazzik, hogy megint nincs fa! Aranyom van, bazd meg! Úristen, tudunk izéni. Nem tudunk még? Mi kell? Mi a meg egy hozzájárulás kell? Kaja nincs, semmi. Kisinyes tök főzelék. Ez csak ilyen szarkajákat tudok már főzni benne. Nagyon gyorsan bekapálunk. Ilyen kórászok vannak itt, érted? Nézzük, milyen mérges helyenek dolgozni. Ti adnék nektek izét, fekvőhelyet, faszom. Snack elhagy a hitelek ellenvét és hazugságokat terjeszt. Hát én faszom, ki van vele, Snack? Gyere ide, Snack. Ezt már nem bírom. Ha! Na. Mire itt kell csinálni ezt? Vagy most utóélet. Ez lesz az utóélet 2. Ott van! Végezz egy rituált a templomodban, hogy a temetést tarts egy nemrég elhunyt követődnek. Végezzel egy olyan rituált, amely templomodban, amely lehetővé teszi, hogy egy halott követődet visszahozd az életbe. Na nézzük. Tíz hitet vesztünk. Prédikáljunk egy gyorsat. Jó, és most visszahozzuk nyit pakot. Csóri hajnali kettő is el fog burtálni. Nyit mag testvérsz, él egy újra! Ta-ta-da-da! Csak az a baj, hogy a hitem az nagyon szar-szarba van. Pörögjünk! Valami jót, légy szíves! Az mi lesz? Most kibaszott egy kibaszott
ez volt egy Twitch cucc, hogy egy Twitch szobrot ki tudok rakni, most komolyan. DLC. Hát beszarok. Ez nagyon jó. Jó, kell nekünk valami imádság, vagy valami, mert bajok lesznek. Izé kell nekünk, gyóntatófülke, bazd meg. Biztosítsd, hogy a követőit hallják az üzenetet, ha a hangszórók hatósugrában vannak, a követőit 20%-a gyorsabban dolgoznak és imádkoznak. Hallgass meg a követő gyóntatóra, hogy növeld a hűségüket naponta egyszer használható. Tudni nem fogom tudni legyártani. Öt ilyen szar kell hozzá? Hát én beszarok. Mi mindig ezt a fost építitek? Na, nyitva bát rögtön dolgozni, oda néz. Tiszteld meg ezt a követőt áldással. Jó, mindenkit megáldunk a gecibe. Igen. Snacket is meg tudjuk áldani? Ő biztos nem. Ő most nagyon rossz snack. Tanis. Fejlődik Taniszka. Áldjuk meg Taniszt. Hajnali kettőt is megáldottuk? Adj áldás, követő ma már megáldott. Jó, ő már meg van áldva, Bacsört is megáldjuk. Ma már kaptam tőle, ja jó van, elnézést kívánok, bassz meg. Jó, mindenkit megáldok, valahogy vissza kell hoznom áldásokat. Ferike, nem jöhetsz ki onnan, amíg ilyen geci vagy. Megint éhesek, már megint éhesek. Jó, most van aranyám, most mi a fasz kezdjek ennyi aranyja? Ja, fasz meg lehet tovább belőle venni valamiket. Vártok, átmegyünk mindjárt izébe. Tudom, hogy ott van. Csak akarok neki csinálni először ágyat, mielőtt izé. Mielőtt főkettem. Na, megálltottuk nyitpakot is. Nyitpak testvér visszatért. Jó, snacket lehet megölöm a faszomba. Ezek hangszóróval hirdeti, érted? Hangszóróval faszom. Szájba vágom. Snack. Ennyit dolgozni, hát már nem bírom ezt. Kaja, mind a faszom. Az az egyetek fiai, vegyetek. Mindenki összeszarja magát a kaja után. Mindjárt elmegyek bevásárolni fából, vagy nem tudom, valamiből. Egy fa, de jó.